emlékeztek Máté Szalka városáválásának 53. évfordulója alkalmából rendezett háromnapos ünnepség sorozatot a helyi önkormányzat. Petkupa már az első folyamkilométereken több mint 1 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a fedélzeten. Nagy a kereslet, emelkednek a panellakások árai Nyíregyházán is, a most eladásra kínált ingatlanoknál átlagosan 450 000 forintot kell fizetni négyzetméterenként. Máté Szalka városáválásának 53. évfordulója alkalmából rendezett háromnapos ünnepségsorozatot a helyi önkormányzat. Ez a Kölcsey Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az évfordulón Palánki Ferenc megyés püspök megáldotta Szalkai László szobrát, melyet Bíró Lajos szobrászművész készített. Az évfordulón kiállítás is nyílt, 20 helyi képzőművész alkotásából rendeztek tárlatot a Máté Szalkai DNS galériában. Itt szentül hiszik emberek, hogy ez a világ közepe, hát én is hiszem, miért ne hinném. Máté Szalka dala is felcsendült a városnapi ünnepségen. A település történetében kétszer is kapott városi rangot. Elsőként 523, majd 53 évvel ezelőtt hangzott el az eseményen. A rendezvénynek a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ Szalkai László terme adott otthont. A város polgármestere kiemelte, az elmúlt évtizedekben sok változáson átesett a település, a helyi közösséget formáló értékek azonban nem változtak. Ez egy csodálatos közösség, és most is nem tudjuk, hogy hogyan alakul ez a háború, meddig tart. Lehet, hogy gazdasági válság fenyeget, de egy dolog nekünk, Máté Szalkaiaknak, a Jóisten kegyelméből megadatott. És ez pedig a közösségünk csodálatos ereje. Támaszkodjunk erre. És a Jóisten tartson meg bennünket, mindnyájunkat, hogy sokáig tudjunk erre az erőre támaszkodni. Az ünnepségen részt vett Kovács Sándor országgyűlési képviselő, aki többek között a helyi közösségekben maradandót alkotók szerepéről is beszélt. Nem is beszélhet senki másról, mindenkinek arról kell beszélnie, hogy egy közösség az a benne élő embereknek a lelkületének közössége. Bármit építhetünk, bármilyen szépet, bármilyen jót, ha abba élet nem költözik, akkor az csak egy üres épület lesz. És azt gondolom, hogy Máté Szalka egy olyan város, ahol az emberek lelkülete megtöltik azok az épületeket, amelyek vagy elkészültek már, vagy el fognak készülni, de mindenféleképpen remény van arra, hogy jövője van egy városnak. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak, a város egészségügyéért kitüntető címet Meleg Mihályné vezetőápoló és dr. Gergely Nándor háziorvos vehetett át. Hirsmanné Marosi Anna az önkormányzat pénzügyi iroda vezetője és Tárkányi Ákos a városfejlesztési csoport műszaki és beruházási ügyintézője Máté Szalka közigazgatásáért díjat kapott. A város közbiztonságáért díjat pedig Bicskó Csaba tűzoltó főtörzsőrmester és Kovács Árpád rendőr alezredes érdemelte ki ebben az évben. A díjátadót követően Palánki Ferenc megyés püspök megáldotta Szalkai László szobrát, melyet Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész készített. És áldja meg ezt a szobrot a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A városnapi eseménysorozaton kiállítás is nyílt Máté Szalkán. A DNS galériában 20 helyi képzőművész alkotásaiból nyílt tárlat. A Cigándi lebegő kikötő avatásával indult a 10. Felső-Tiszai Petkupa vasárnap. A Dombrád-Ibrány táv elején számos úgynevezett petbányát fedeztek fel a kalózok, ezek nagy részét sikerült megtisztítani. Már az első folyamkilométereken több mint 1 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a fedélzeten. Így érkeztek meg az ibrányi szakaszhoz. Megvan? Akkor visszaszámolok, jó? 5, 4, 3, 2, 1, és tessék! Nagy erőkkel elindul az önkéntes csapat, utolsó versenyben lévők. Első 10 másodpercben úgy látok kifulladni nem fognak. Az utolsó előtti hajó is elindult a Petkupa hétfői szakaszának nyitó gyorsasági versenyén. Végül az önkéntesek hajója 1 perc 59 másodperccel a második lett ezen a mini versenyen, aztán indultak tovább Balsára.
A sok-sok veterán induló mellett olyan is akadt, aki bár hosszú ideje a rendezvény része önkéntesként, idén először ült hajóba és szállt versenybe. Olyan önkéntesekkel vagyok legénységként a fedélzeten, akik már rutinos visszatérők, tehát harmadik, negyedik, akár hatodik éve is itt vannak a PET kupán, tehát nagyon sok hajót láttunk elkészülni, és nagyon sok hajót, PET hajót is segítettünk megépíteni, ezért elég jó alaptudással vágtunk neki a történetnek, és az előző hónapban megrendezett Tisza-tavi PET kupának a hajó maradékait használtuk fel, így ez valóban egy még inkább újrahasznosított alapanyagokból elkészült PET hajó. A jubileumi 10. versenyen csak olyan rutinos kalózok indultak, akik már az elmúlt 10 évben is részesei voltak valamilyen formában a rendezvénynek. Így 12 csapat gyűjti idén a hulladékot a folyókból és ártereikből. De vannak ismert hangulat felelősök is, akik az első perctől szívesen állnak a kezdeményezés mellé minden évben. Tulajdonképpen én sodrottam az ára, tanult kollégáim sokadik természetfilmet forgatták, és nekem lehetőségem volt ott, mint a magyar Attenborough. Szóval műsorvezetőként részt venni, bevittek a föld alá, fölvittek óriás tölgyfákra, a fertőtavon, mindenhol segítség nélkül napokig egyedül számkivetve, de jó volt, én szeretek a természettel együtt lebegni. És ezután egyértelmű, evezni jössz, van lesz egy ilyen takarítás a folyón, hát persze, jövök, nem tudtam, mi lesz a feladat, de ők sem. És itt 10 év múlva pedig egy giga rendezvény van, aminek a környező országokban a csodájára járnak, sőt, ugye érzékenyítő és egyéb edukatív tanító programokkal szolgál a PET kupa. A főleg Ukrajnából érkező szemét áradatban bár leginkább PET palackokat találnak, a sodrás a legkülönbözőbb szemetet is magával hozza a Tiszán és a Bodrogon. Kárpátalján közel 200 településre nem megy ki kukásautó, és ez már így van 10 éve, úgyhogy évente körülbelül 10 000 tonna hulladék az, ami kezeletlenül kerül a természetbe, az erdőbe vagy a folyókba. Ennek egy része bekerül a vízfolyásokba, ugye utazik határokon át, eljut hozzánk is. Magyarországnak az a nagyon-nagyon különleges szerepe van, hogy Kiskörén van egy vízerőmű, és annak a blokknainál megakad a hulladék. Tehát ott a nagy részét ki lehet termelni, és az utóbbi években már a felső Tiszára is a vízügy telepített egy olyan hulladékos gépláncot, ami a nagy áradásokkor a hulladéknak egy nagy részét meg tudja fogni. De köztes időben, illetve a Bodrogon még mindig nagyon nagy mennyiség érkezik, úgyhogy itt is, nálunk is a ártéri erdőkben nagyon-nagyon sok minden van. Például láthatóak a különböző strandeszközök, papucsok. Itt az egyik legnagyobb ellenségünk a polisztirol, ismertebb nevén hungarocell, illetve van még nagyon sok purhab szigetelés, poliuretán. Ezek aprózódnak a leggyorsabban. A Dombrától Tiszadadáig tartó 86 folyamkilométeres szakaszt végig fogja kísérni a szokásosnál alacsonyabb vízállás. Emellett pedig az időjárás viszontagságaival is meg kell küzdeniük a kalózoknak. Vasárnap elérte őket is a vihar, és már az első nap motoros hajókkal kellett menteni. A céljuktól viszont ez sem tántorította el a PET kalózokat. A cél az lenne, hogy 1 tonna alatt szedjünk a 10 nap alatt, mert az azt jelenteni, hogy ugye túl vagyunk a szennyezésnek a nagyján, de sajnos még nem tartunk ott. Reméljük a 20. PET kupát már csak vizitúra szerűen fogjuk megtartani. Én azt gondolom, hogy a mai napot látva ilyen 1,2 tonna az, ami Dombrád és Ibrány között kikerült az ártérből. Ha ezt tartjuk a Tokaig, akkor ugye 3,5 tonna jön össze az első 3 napba, a második 3 napba viszont azt gondoljuk, hogy sokkal több lesz a hulladék. A legnagyobb PET-bányákra Tokaj és Tiszaladány között számítanak, ide azonban csak a hét második felében érnek majd el. A gyűjtögetést hétfőn Ibrányban kezdték, Balsán folytatták, majd Tokajba, Tiszaladányba, Tiszalökre, végül pedig Tiszadadára vezet az út. A nyíregyházi rendőrkapitányság lopás büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 3 fős társaság ellen, akik nyíregyházi ingatlanokba törtek be. A férfiakat a rendőrök bűncselekmény elkövetése közben július 30-án tetten érték, és egyiküket, J.M., 23 éves nyíregyházi lakost elfogták. Társai elmenekültek, ellenük elfogató parancsot adtak ki. Körözésükről tudomást szerezve T.Z. és T.R. nyíregyházi lakosok augusztus 1-én önként feladták magukat a nyíregyházi rendőrkapitányságon. A nyomozók a testvérpárt lopás büntett elkövetésének gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették,
és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A rendőrök a korábban eltulajdonított tárgyak jelentős részét az egyik elkövetőhöz köthető ingatlanban lefoglalták, és vizsgálják, hogy működésükhöz köthetők-e további vagyonelleni bűncselekmények elkövetése. Folyamatosan emelkednek a panellakások árai Nyíregyházán is. A most eladásra kínált ingatlanoknál átlagosan 450 ezer forintot kell fizetni négyzetméterenként. A kereslet ennek ellenére is magas, a tapasztalatok szerint gyorsan gazdára találnak a lakások. Ez a tendencia tovább folytatódhat a növekvő rezsiköltségek miatt, sokan inkább távhővel fűtött társasházi lakást választanak újépítésű ingatlan helyett. Nyíregyháza a Józsaváros. A megye székhely egyik olyan része, amely a lakótelepéről ismert, és ahol rendszerint az egyik legtöbb ingatlan adásvétel zajlik egy évben. Itt is jelentős drágulás volt megfigyelhető az utóbbi időszakban. 400 ezer forintos négyzetméter ár alatt ma már alig-alig hirdetnek meg lakást. Nyíregyházán és az egész országban ugye keresleti piac van. Nyilván a keresleti piac mindig növeli az ingatlanok értékét, ezért nálunk is ez ugyanígy van. Ezelőtt, mikor ilyen válságos időszak volt, 6-7-8 éve 100 000 forint volt egy panelnek a négyzetméter ára, most jelenleg ilyen 300 és 500 000 forint között van állapottól függően. Az árak emelkednek, az érdeklődők száma ugyanakkor ennek ellenére sem csökken. A meghirdetett lakások rendszerint rövid időn belül gazdára találnak. Különösen azok, amelyek jó állapotban vannak, és amelyeket távhővel kell fűteni. A különböző lakóparki övezeteket keresik, nyilván vannak, akik a belváros frekventált részeit keresik, nyilván ez mindig attól is függ, hogy ki éppen milyen ingatlanra van kereslete, milyenre van pénze, mit tud kifizetni, de általában dolgozni nagyon nem szeretne egyik vevő sem az ingatlannal, tehát általában felújított, műanyagnyílászárós, jó állapotban lévő lakásokat keresnek. Nem egészen alakul így a kereslet kínálat arány a családi házaknál. Az építőanyag árak ugyanis olyan drasztikusan megemelkedtek, hogy sokan inkább kivárnak az építkezéssel, vagy új építésű ingatlan vásárlásával. A háború miatt nagyon-nagyon fölmentek az építőanyag árak, illetve most az infláció miatt is, tehát most azért egy családi házat már 400 ezer forint per négyzetméter alatt nem építenek az építtetők. Nyilván ez az nagy áremelkedés az anyagárakban, ez látszik ugye a piacban is. A kereslet nyilván most egy picit csökken, akár lakás, illetve akár családi házasról beszélünk. Nyilván ez ugye az anyagárak, a munkadíjak és az áremelkedés miatt van. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei átlagos négyzetméter ár egyébként nagyjából 200 ezer forinttal marad el az országos átlagtól. A legtöbbet a fővárosban, a legkevesebbet Nógrád megyében kell fizetni az eladó ingatlanokért. Beregdarócra is ellátogatott az Itthon Együtt közösen elnevezésű rendezvénysorozat, amelyen a Szatmár Néptánc Együttes mellett a Kokas Banda és a Cimbali Band is fellépett. A zenés-táncos műsorszámok mellett a főzőversenyben résztvevő csapatok, az általuk készített ételek és gyermekprogramok is várták az érdeklődőket. Nem csak lógott az esőláva Beregdaróc fölött, de délután egy kis időre le is kellett állítani a várva várt rendezvényt, mivel a természet is szót kért a megyei értéktalálkozó fellépői között. A hűvösre fordult időjárás azonban nem ijesztett rá mindenkire, a résztvevők a sátrak alatt az üstök közelében várták, hogy folytatódhasson a rendezvény, és kiderüljön, melyik főzőcsapat menüje nyeri meg a versenyt. A polgármester saját maga vitte egyesével a zsűrinek a kóstolókat, és büszke volt arra, hogy ők is megrendezhették az értéktalálkozót. Minden évben igyekszünk megrendezni. Nyilván ugye a pandémia alatt nem lehetett, utána az első éven azonnal lecsaptunk a lehetőségre. Tudok, több olyan településről a környékük még mindig nem merték, vagy nem tudták megrendezni, de hál' Istennek a pályázatokból sikerült összehozni ezt is. Az önkormányzati szociális konyha töltött káposztájának a zsűri sem tudott ellenállni, de a többieknek is jócskán volt, miből jól lakni, hiszen közel 1000 töltikével várták a vendégeket. Egy nap elkészítettük, megfonyasztottuk a káposztaleveleket, és ma reggel elkészítettük a tölteléket, és megfőztük. Körülbelül olyan 1000 darabot készítettünk a fellépő csoportoknak, a lakosságnak és mindenki számára. A megyei közgyűlés alelnöke elmondta, az eső ellenére is teljes programmal tudtak szolgálni az érdeklődőknek. Amikor a Beregdaróci kenderes napokat elkezdtük, inkább kitaláltuk,
akkor az első rendezvény, az egy háromnapos rendezvényre lett tervezve, Dalanics Zoltán görög katolikus parókus volt, aki ebbe ötletadó volt, és az a háromnapos rendezvény péntektől vasárnapig végszakadó esőbe zajlott, de akkor is úgy gondoltuk, hogy ezen a programon, ezen az ötleten áldás van, úgyhogy ezt folytatni kell, és az idő minket igazolt, mert valóban nagyon sok szép rendezvényt meg tudtunk valósítani ez alatt a több mint 20 év alatt, és most az érték találkozóval pontosan így vagyunk, hogy elkezdtük, és megjött az eső, és azt hiszem, hogy ebben az aszályos időszakban ettől nagyobb áldás nem lehet a mai napon, úgyhogy bár a rendezvénynek maga az esős idő kevésbé használ, de úgy gondolom, hogy ez nagyon kellett már, nem csak az asszály miatt, hanem úgy gondolom, hogy a lelkeknek is, hogy áldás legyen mindenen, amit csinálunk, úgyhogy mi ezt egy jó jelként fogjuk fel, és örülünk annak, hogy végre esik az eső. A megyei értéktalálkozó Beregdaróci állomásán a megyei értéktárba is felvett Szatmári Néptánc Együttes melegítette fel a színpadot a Kokas Banda számára, akik utána a Cimbali Band muzsikusai adtak fergeteges koncertet. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi Kossásuli. A Szent Imre gimnázium csarnokában egész nap pattog a labda, a legkisebbektől kezdve a felnőttekkel bezárólag több mint 50-en edzenek. Az NKS játékosa Dobó Lilla az U17-es világbajnokság után ezekben a napokban az U18-as válogatottal készül. Augusztus 1-én elkezdődtek az edzések a nyíregyházi Kossásuli bázisán, a Szent Imre gimnázium csarnokában. Az elmúlt hónap végén, amolyan rávezetésként 45 fiatallal a Balatonon edzőtáborozott az NKS. Mint Farkasinski Gyuláni szakmai igazgató elmondta, csapatépítés szempontjából is hasznos volt az egy hét, a kosárlabda és a strandolás mellett több olyan program is volt, amely komoly fizikai erőpróba elé állította a sportolókat. A hétvégi pihenő után pedig kezdődhettek az edzések. Napi két edzéssel dolgoznak a lányok, délelőtt és délutáni megosztásban, külön edzenek a serdülő kadettek, és külön a junior NB1, mert ugye azt nem tudjuk ketté választani. A közös időszakban a nagyobbaknak ugye ebéd után ők hazamennek, jól érzik magukat, pihengetnek. A kisebbek ugye az utazások távolsága miatt és a szülői felügyelet miatt, ők itt maradnak bent egy egész napra, ők ugyanúgy kártyázásra, különböző társasjátékokat töltik az időt még most, de gondolom én, hogy haladunk előre az időben, egyre fáradtabbak lesznek, és örülnek, hogy egy kicsit lefeküdhetnek, és jól érezhetik magukat. Tehát ez egy három héten keresztül, ez körülbelül ebben a rendszerben dolgozunk, és majd valamikor egyik, ötödik héten érkezünk el oda, hogy valami edzőmérkőzés férékebe is bekapcsolódhatunk, de ugye az meg kell ennek kellő edzésszámnak, akinek nincs meg a kellő edzésszáma, az sajnos nem játszott mérkőzést, mert ugye nagyon fontos az, hogy játékosaink azok a bajnokságra olyan állapotban legyenek, hogy sérülésmentesen tudjunk nekivágni ennek az egésznek. Egy valaki hiányzik a játékosok közül, de Dobó Lilla igazoltan van távol. A nyíregyházi kosaras alapembere volt a debreceni U17-es világbajnokságon 6. helyen végző válogatottnak, ezekben a napokban pedig az U18-as válogatottal készül. Egy olyan játékost sikerült itt az évek alatt felkészítenünk a versenyekre, aki nem, hogy az U17-es VB-n szerepelt, és ugye ott azért kulcs szerepet játszott, mert nagyon sok játékperce volt, tehát 20 perc felett átlagolt, ami azért úgy gondolom, hogy nem kevés, hanem ugye most megtörtént az a, nem azt mondom, csoda, de mondhatjuk az is csoda, hogy visszahívták az U18-ba is, ami valamilyen szinten egy óriás öröm számunkra, hogy óriás öröm, hogy ilyen tehetség játékosok nevelkednek a kezünk alatt, de valamilyen szinten a gyereknek ez megterhelő is. Tehát ugye lassan két hónapja folyamatosan edz, ami azért mentálisan és fizikálisan is azért komoly erőfeszítéseket igényel tőle, de büszkék vagyunk rá, örülünk neki, hogy sikerült végül ezt az eredményt elérnie. Mint a szakmai igazgató elmondta, a serdülő és a junior csapat számára a kiemelt bajnokságban való szereplés a cél, a felnőtt együttes pedig megcélozza a dobogót az amatőr NB1 zöld csoportjában. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
Máté Szalka várossá válásának 53. évfordulója alkalmából rendezett háromnapos ünnepségsorozatot a helyi önkormányzat. Az évfordulón Palánki Ferenc megyés püspök megáldotta a Szalkai László szobrát, melyet Bíró Lajos szobrászművész készített. Az évfordulón kiállítás is nyílt, 20 helyi képzőművész alkotásából rendeztek tárlatot a Máté Szalkai DNS galériában. A Cigándi lebegő kikötő avatásával indult a 10. felső tiszai petkupa vasárnap. A Dombrád Ibrány táv elején számos petbányát fedeztek fel a kalózok. Ezek nagy részét sikerült megtisztítani. Már az első folyamkilométereken több mint 1 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a fedélzeten, így érkeztek meg az ibrányi szakaszhoz. Folyamatosan emelkednek a panellakások árai Nyíregyházán is. A most eladásra kínált ingatlanoknál átlagosan 450.000 forintot kell fizetni négyzetméterenként. A kereslet ennek ellenére is magas, a tapasztalatok szerint gyorsan gazdára találnak a lakások. Ez a tendencia tovább folytatódhat a növekvő rezsiköltségek miatt. Sokan inkább távhővel fűtött társasházi lakást választanak új építésű ingatlan helyett. Önök augusztus 2-án, kedden a Kölcsey Televízió híradóját látták, friss hírekkel pedig szerda este várjuk Önöket, addig is az internetes oldalunkra, ha van kedvük, látogassanak el. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán sok napsütés várható, fátyol és képződő lapos gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi-északkeleti szél többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.